nagyon büszke vagyok magamra, tényleg büszke lehetek szerintem, hogy immár másfél éve tudom tartani ezt a súlyt, amire sikerült lefogynom, és nagyon hálás vagyok annak a napnak, amikor találkoztam azzal a gyógynövény összeállítással, ami aztán rengeteget segített abban, hogy elinduljon a fogyásom, hogy onnan fogyjak, ahonnan akarok, hogy jó legyen az emésztésem, és stb. És hát annak a napnak is hálás vagyok, amikor a Keleti Andihoz elmentem, hogy megtanuljunk egy új táncot együtt, és láttam, hogy ő milyen bomba formában van, és én pedig azért akkor nagyon el voltam keseredve, tehát életem legmagasabb súlyát mutattam, 86 kiló voltam, és már másfél hónapja alig ettem valamit, szinte minden nap sportoltam, és mégsem ment le egy deka sem, és akkor mondta ő, és említette ezt a palesztin gyógynövény komplexet, amelynek a segítségével ő lefogyott, és akkor gondoltam, hogy egyszer élünk, próbáljuk ki, és nekem sose felejtem el ezt a napot, amikor először ráálltam a mérlegre, nagyjából olyan 3-4 nappal azután, hogy elkezdtem szedni, és megmozdult a mérleg, és ez volt a nagyon nagy dolog. Így aztán összesen 23 kilótól szabadultam meg a tavalyi évben. Gondolkodtam már korábban, hogy hogyan lehet a különböző gyógynövényekkel megtámogatni a súlyvesztésemet, tehát a fogyásomat, de nem találtam olyat, ami együtt hatna. Tehát, hogy ebben van három olyan gyógynövény, ami egymás hatását is erősíti, és nekem ez tetszik nagyon benne, ugyanis így az emésztésem rendben van, elindult a fogyás, rostokat tartalmaz, amitől gyakorlatilag nem vagyok éhes. Amit megeszek, abból sokkal kevesebb szívódik fel, és ráadásul nem az izomból, hanem a zsírból fogyunk. Egyébként ez a gyógynövény a kedvencem, ez a grönlandi moszat, ami egy olyan zsírégető fehérjét tartalmaz, amely felgyorsítja a zsírsejteknek a lebontását. Január 1-én évfélkor van vége nálunk az új évnek, tehát ugye én addig nem alszom. Úgyhogy január 1-i évféltől január 2-a évfélig nagyjából alszom, tehát ez a regeneráció első pillanata. És aztán utána mindazokat a fogadalmakat, amiket fogadtam, azokat megpróbálom betartani. A családunk körében nagyon sokat vagyunk ilyenkor. Én nagyon szeretem, ha új évkor süt a nap, ha meg még a hó is esik, miközben süt a nap, na azt imádom. Olyan, mint másnak a tavasz, nekem az új év is olyan, hogy most valami új kezdődik, új energiával, és mindazt a rosszat, ami a múlt évben volt, azt már letettük, tehát innentől kezdve tiszta lappal kezdünk, és az csak jó lehet. És ha bármilyen rossz gondolatom van, akkor azt azonnal kicserélem jó gondolatra, úgyhogy ezt másoknak is nagyon javaslom. Egyébként érdemes magunkat figyelni, mert hogy ez abszolút begyakorolható és működik.